Köszönöm szépen. Először szeretnék gratulálni Rebekának az első ember egyes meccshez, ez mindig különleges. Remélem, hogy jó élmény lesz majd erre visszagondolni. Ma nagyon jó helyzetben voltam, mert nagyon jó labdákat kaptam, nagyon jó tempóban, és ezek a passzok nélkül én sem tudok így teljesíteni, úgyhogy örülök, hogy ez ilyen jól sikerült, és bízom benne, hogy a hétvégén is hasonlóan hatékonyan tudok segíteni majd a csapatnak. Gábor szavaihoz csatlakozva az első félidő tempójából és koncentráltságából lehet építkezni, mert tényleg az, akik mi igazán vagyunk, viszont az, hogy a második félidőben elvesztettük a koncentrációnkat, az veszélyes lehet egy élesebb találkozón, úgyhogy ebben előre kell lépnünk.